Nagy Kanizsán folytatja országjárását Dobrev Klára. A DK miniszterelnök jelöltje hétfőn az Adi utcán tart fórumot. Az esemény kapcsán ma tartott sajtótájékoztatót Horváth Jácint, a párt választókerületi elnöke. Az őszi ellenzéki előválasztáson is induló kanizsai politikus hangsúlyozta, méltatlan az a hangulatkeltés, amelybe Szabó Szilárd, a helyi Fidesz frakció vezetője kezdett a rendezvény kapcsán. A megjelent tudósítások szerint szombaton tartott sajtótájékoztatót Szabó Szilárd, az eseményre a Kanizsa Médiaház nem kapott meghívót. A Fidesz kanizsai frakció vezetője, itt László Imre, a DK egészségpolitikusa által az ATV-ben tett kijelentésre reagált, miszerint 90-100 kórház is megfelelő szakmai színvonalon tudná teljesíteni a fekvőbeteg ellátást. Szabó Szilárd szerint Dobrev Klára hétfői fórumán a párt képviselőinek nemet kell mondaniuk a kórház bezárásokra. A legnagyobb beruházásaikra az a baloldali kormány. Horváth Jácint szerint mielőtt Szabó Szilárd kiállna a nyilvánosság elé, és ahogy a DK Zala 3-as számú választókerületében indított jelöltje fogalmazott, sületlenségeket beszélne, érdemes lenne tájékozódni arról, hogy mit is tette a baloldali kormány a kanizsai kórházért. Pont akkor, amikor egy járványhelyzet után vagyunk, és az egészségügyi dolgozók heroikus küzdelmet folytattak az elmúlt másfél évben, azért, hogy a lakosság minél jobban vészelje át a járványt, ilyenkor nem illik ilyennel riogatni az embereket. Ugyanakkor csattanós válasz egyben erre a tulajdonképpen valótlanságokat tartalmazó nyilatkozatra, vagy feltételezés halmazra, hogy a baloldali kormányok 2010 előtt az eddigi legnagyobb támogatást adták a Nagykanizsai Kórháznak. Emlékezzünk rá, a kórház főépületének felújítása, a sürgősségi osztály kialakítása, mint egy 3,5 milliárd forintos kormányzati támogatást kapott. Horváth Jácint hozzátette, a vádaskodás helyett Szabó Szilárd inkább tanulmányozza a Kásler Miklós által vezetett minisztérium legújabb munkaanyagait, és azzal kapcsolatban álljon a sajtó elé.